Tehát ez már látszik, hogy a, mondom, a is megtámadta. A szőlőszemek asszusodását vizsgálja Szirágyi László. Alig több, mint fél hektáron hagyta meg az idei termést, és kivárt. Várta a jó időt, hogy beinduljon a szőlőszemek asszusodása. Ebben az esztendőben nem kedvezett az időjárás az asszúnak, így sokan nem halogatták a szüretet. A fiatal borász megkockáztatta, és 0,7 hektáron meghagyta a szőlőt. Volt egy, egy meleg, száraz, forró nyár, utána az ősz egy kicsit csapadékosra sikerült. Igazából ö, sokan ö, emiatt is szedték be a szőlőt, tehát nem vártak az asszura. Ez kellett egy kis bátorság. Ö, tulajdonképpen, ha jól tudom, itt herceg új helyig talán már nekünk maradt itt kint ez a pici szőlő, amit megkockáztattunk az asszunak. Megérte, nem lesz az a nagyon csúcsminőségű asszú, de legalább lesz, mert azért sajnos az az igazság, hogy az év mostani évek alatt nem kényeztett el jegyelját az asszú termés. Sátoralja új hely környékén már senki nem szüretel. Néhány tokaj környéki nagypincészet szintén kivárt, és most kezdte el a betakarítást. A borás szerint az időjárás mellett kockázatos volt várni a szőlőtolvajok miatt is. Az idei termés sok gazdának kéretlenül is betakarították hegyalján. A kockázatot ugye az is jelenti, hogy uh, itt ugye volt, voltak szelek, lever, leveri a fürtöket, itt nálunk ugye erdő mellett van a, ugye az őzikék rendszeresen, talán a szélsősor teljesen meg is ették. Meg hát sajnos az, az, igazság, hogy az emberek is, mert például nekünk volt egy házlevelű ültetvényünk, aminek a körülbelül 15 más a szőlőt elloptak. Tehát ez is egy nagy probléma, és sok gazda ezért egyébként ezért nem ismeri kint hagyni a szőlőket, mert egyszerűen elviszik. Az elmúlt években tokajhegy alján nem volt asszú, így az idei bor, ha nem is lesz kiváló minőségű, mégis különlegességnek számít majd.